Ilyen az autóiparban használt alkatrészeket munkálnak meg azok a gépek, amelyeken az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karán tanulók gyakorolhatnak majd. A használt berendezéseket a Hanon Systems Hungary Kft. Ajánlotta fel a felsőoktatási intézménynek. Személyes érintettségből, ha mondhatok valamit, én már elég régen végeztem az egyetemen, idén volt 30 éve, de már akkor volt lehetőségem arra, hogy ipari robotot programozzak 30 évvel ezelőtt az egyetemen. Azt gondolom, hogy ez ma is fontos, tehát ne kerüljenek ki úgy mérnökök az egyetemről, hogy ne lássák, ne tudják programozni ezeket a gépeket. Az ügyvezető igazgató hozzátette azt, hogy az iskolában a gépek felhasználásával tanulhatnak a hallgatók, jó a városnak, hiszen ezáltal az egyetem ide tud sábítani minél több hallgatót, de jó a cégeknek is, hiszen gyakorlottabbak lesznek a végzős fiatal mérnökök, és az egyetemnek is jó, hiszen olyan gépeket tudnak használni, amelyek a mai kor színvonalát képviselik. Az egyetem és annak Alba Régia Műszaki Kara aszpolitika szintjén vallotta a gyakorlatorientált képzést. Az, hogy műszaki felsőoktatásként ilyen pragmatikus képzést adni tudjunk a hallgatóknak, annak nyilván jelentős eszközigénye van. Fontos cél volt idáig is az, hogy a hallgatók az iskola falai között tanulják meg azt, ami iparilag fontos, iparilag elvárt. Ennek egyik megoldása az, hogy egy apró gyár szeletet képezünk az iskolába, és a Hannon támogatásával éppen ez történik most. A két berendezés, az anyagmegmunkáló és a forgácsoló gép a robottal együtt olyan gyártócellát alkot, amelyet az iparban használnak. Az adományozási megállapodást aláírták a felek, a gépek pedig hamarosan megérkeznek az egyetemre. Az eszközök értéke 37 000 euró, vagyis több mint 15 millió forint.